Ahogy azt tervezték, nagypéntekre elkészültek a stációk megtisztításával és rendbetételével Tolnán a Kálvária dombon. Két hónappal ezelőtt Ravasz Csaba plébános úgy nyilatkozott stábunknak, a ledöntött stáció újraállítása mellett egy nagyobb volumenű restaurálás is ráférne a keresztút állomásaira, most azonban csak tisztításra és minimális javításra van lehetőség. Mi itt helyi szinten nem tettünk mást, mint az őseinknek, eleinknek felállított szobrait, ami itt a stációk állomásait jelöli. Ezeket próbáltuk rendbe hozni. Nem többet, de nem is kevesebbet. Két etapra tagozódott ennek a elkészülése. Az egyik az a stációházaknak a homokkőből készült házainak a feljavítása, megújítása, amihez nagy péntekre el is készült, nagy örömünkre. Mondhatni, hogy itt a ledöntő stáció mellett azért javarészt itt a időjárásnak a sebeit kellett begyógyítanunk, aminek különböző megnyilvánulásai voltak, tehát málló, mészkő, rések, lyukak, egyebek, amit az időjárás kezdett ki. A nagypénteki keresztút után viszont úgy döntöttek, megpróbálják a nagyobb költséggel járó projektet is véghez vinni. Vett egy fordulatot ez a felújításunk annak a tekintetében is, hogy második részben a színes képeket szeretnénk felújítani ezeken belül, aminél meg egyértelműleg emberi felelőtlenség, most finoman fogalmazok, és ostobaság vezetett oda, hogy ezeket a eredetileg is zsolnai pirogránit anyagot kövekkel, csúzlival, légpuskával, ilyen-olyan nyomokat is lehet látni, hát szó szerint sebeket ütve ebben, most ezeket is javítsuk. Nagy kérdés az volt itt a második felújítási szakaszban, hogy egyáltalán van-e olyan technika, amivel ez felújítható, vagy a zsolnai gyárba kell majd bekopognunk, és nem tudom milyen kliséket, ami vagy megvan, vagy nincs, vagy gyártatni kell, vagy nem. Szóval, hogy ezt így most fel lehet-e újítani, vagy nem tudom, hogy mi lesz. Másrészt, hogy van-e szakember rá. Evel a kettővel, amikor tisztába lettünk, akkor jött a harmadik nagy kérdés, hogy van-e rá pénzösszegünk. Nem volt, ezért az atya gyűjtést szervezett, és elég gyorsan össze is jött a forrás a restaurálásra. Meghirdettem a templomban, hogy erről lenne szó, és erre szeretnénk gyűjteni. Valaki még a Facebookra is föltett bennünket. Egy szó mint száz, tehát a helyi adakozásból. És hadd mondjam el azt is, hogy éppen annak is köszönhetően, hogy megjelentünk a világhálón, Tolnáról elszármazottak is, Győrből, Szombathelyről, Budapestről is küldtek pénzösszeget ennek a felújítására. Már a feladatot elvégző szakembert is megtalálták és felkérték, aki el is kezdte a munkát. Az első pár stáción már lehet látni a javítás első nyomait. Érdekes módon csak mondom, itt is szerepel az állomásnak a száma, itt viszont a zsolnai névjegy, tehát az öt templomtorony. Mivel ezek a képek beépítve vannak a házakban, így módon nem lehet ezt hazavinnie a restaurátornak a műhelyben, hanem itt kell a helyszínen, ennek meg az időjárás tud időnként korlátot szabni.
Az eső az kizárja itteni munkát, de a nagyon nagy meleg is, mert olyan anyagokkal dolgozik, ami tehát a kánikulás időszakot nem kedveli. Ezek a színes zsolnai pirogránit képeink, ezek az igazi értékek. Sokfelé vannak kálváriák, mindenféle anyagból. Van, ahol pléből vannak ezek a domborművek, valahol a homokkőből készült egyszerű módon. Nálunk ez egy unikum. Itt a környékben is azt gondolom, és hogyha ennek a megmentése sikerül, már pedig most nagyon úgy néz ki, annak örülhetünk, és hát remélhetőleg, hogy ez a mostani újabb generációk is, még ha nem is hívő emberek, de ennek a szépségét tudják úgy értékelni, hogy nem tesznek benne olyan kárt, ami fölösleges lenne. Az időjárástól függően várhatóan nyár közepéig el is készülnek a stációk restaurálásával.